overdőz után diadalmasan nyerít az új magyar szélvészparipa Osztinátó. A versenyló csak jól dubajozott az elmúlt versenyeken, negyedik helyet is szerzett erősségével a véghajrázással. December közepe óta készült az öt éves mén az Emirátusokban, most is ott van, versenyezni fog még. Korábban 2011-ben magyar derbit nyert, hat futam győzelmet hozott eddig tulajdonosainak, az A36 szindikátusnak. Képviseltükben eljött Tushinger Richard és itt van Idomára, Kovács Sándor Zsóké, velük tehát mindent a 2009-ben Német árverésen szerzett vásárolt jó Szia kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye Osztinátó neve latinul a makacs szóból jön, és egy, egy kitartó zenei ismétlés kifejezése. Ez a makacság, ez jellemző alóra, amelyről egyébként elsősorban azt olvastam, hogy félénk. Vagy félénk volt? Igen, hát helyből, helyből látszott rajta ez a makacság, mielőtt belovagoltuk, meg közben belovagoltuk őt, de aztán elhagyta és teljesen együttműködik az emberrel, és, és csinálja a dolgát. Ricsi, kivette észre ezt a paripát ezen a 2009-es Báden-Bádeni árverésen? Tehát, hogy, hogy, hogy jön az, a, amikor a szindikátus megtalálja, melyik óra lesz szüksége? Van egy nagy katalógus minden ilyen árverésen, és előtte átnézzük, hogy mi az, ami minket érdekelhet, mind olyan szempontból, hogy jó vérvonal, mind ami megfizethető lehet majd számunkra. Kimentünk Sanyékkal, Sárközi Petivel, és elkezdtük nézegetni a lovakat. A Sanyék szakértelmekkel, hogy lába egészséges, meg felépítése megfelelő, és így választottuk ki osztynát, és áverésen sikerült megszereznünk. Akkor mennyibe olyat. került? 4000 euró. 4000 euró. Az, az, az nem nevezhető egy olyan rettenetes pénznek. Nem? nem, Tehát az egy állati jó befektetésnek tűnt. Akkor legalábbis nem Sani tud az azt az mondta, a kollégám is azt mondta, hogy nem tudja az ember nem, akkor. Nem, a simán lehet, hogy elbukja az ember az egészet, van. igaz? Ahhoz képest, hogy most 400 ezer dolláros lovakkal futkározik és, és uh, helytál, az összeér. ahhoz képest azért az, ez egy jó vásárlás volt. Ez, ö, Sanyi, ez hogy van ilyenkor, a, ez, a, ez a te szemednek a dicsérete, vagy pedig ebben azért iszonyatos sok rizikó van? Tehát? Ö, rengeteg rizikó van, mert ugye nem, ne, bele nem látunk. Mi látjuk a formáját alónak, tudjuk a származását, látjuk a, a felépítését, izomzat. Van egy kisugárzás a lónak, ugye, amit, amit ö, ö, szakmai szemmel, meg, meg mi már azért egy kicsit úgy érzünk, és, és így így ö, választunk, de mindegyik zsákba macska. Ugye el kell jutni a felkészülés során oda, hogy egészségesen eljusson a versenyzésig, úgyhogy addig még nagyon sok idő van, eltelik, úgyhogy bármilyen ö, esemény érheti, de ugye úgy, mint egy sportolót. De ő Istennek egy jó, kemény és egy. Mit érdemes tudni erről az öt éves méről? Mondjuk egy kicsit, ez, ez nyilván egyelőre óhatatlan lesz még egy darabig, hogy Overdose, Osztinátó eddig overdose volt hangos, most ugye van már végre egy másik <coughs> magyar kézben lévő paripa, össze lehet így hasonlítani? Ö, hát nehéz összehasonlítani, mert Overdose jobb képességű szerintem, ő egy sprinter, egy rövid távul, az Osztinátó egy hosszú távú. Overdose jobb képességű ló. A osztinátó... Viszont nem olyan sérülékeny. De úgy. a osztinátó egy egészséges, tud versenyezni, úgyhogy, úgyhogy ennyi előnye van. Ricsi, mondja már valamit nekünk erről, hogy hogy jött össze ez a, ez a szindikátus, meg egyáltalán ez az érdeklődés. Ugye A38-ról a szórakoztatóiparban, meg hajóban már hallottunk, ugye ti az A36 szindikátus vagytok, és ugye azt úgy tudom rólad, hogy te dolgoztál sokat Németországban, szoftverfejlesztőként egykor, honnan jött ez a, ez a lósport, mint hobbi, mint befektetés? Hú, hát gyerekkoromban vicc szüleim kivittek párszor lóversenyre, és ma akkor elhatároztam, hogy ha egyszer lesz lehetőségem, akkor szeretnék lovat, és 7-8 évvel ezelőtt egy turfba volt egy hirdetés, hogy első magyar galup szindikátus tagokat keres, ezt akkor Sárközi Péter adta fel a hirdetést, akkor beszálltam abba a szindikátusba, az volt az első ilyen Magyarországon, akkor szerencsésen nyúltunk akkor is a lóba, és azóta ez így nekem megmaradt, és ez a szindikátus kicsit átalakul, kb. baráti társaságá is valamennyire, és így a Tosztinátó is, ez volt a negyedik lóam. Így te, te ez volt a negyedik? Ebben igány szindikátus Na várj, mű. most már múlt időben beszélsz róla, mert azt jelenti, hogy a, a ló, hogyha jó szerepel most ö, az öbölben, akkor, akkor eladó? Mindent, ele, mindennek van biznisz, ára szerintem. Biznisz, biznisz, tehát. tehát van olyan jó bizony. helyre kerüljön persze, tehát nem nem mindenképpen akarunk megszabadulni tőle, hogyha jó helyre kerül, Nyugat-Európa vagy bárhova és olyan árat fizetnek szerintem, biztos tárgyalunk róla. Te és akkor ez azt jelenti, hogy ez egy gyerekkori szenvedély, ami megfertőzött téged, de ugyanakkor meg egy izgalmas üzletág is? Tehát hát, üzletnek ez... Magyarként lósportban nyomulni? Érdekes nagyon, de ez üzletnek nem, nem üzlet. Nagyon kevés olyan ló van, ami egyáltalán az árát megtermeli, vagy visszahozza. Mi ott szerencsésen nyúltunk bele, illetve hát szakértelem is párosult hozzá. Ez így alakult. nem már előbb jártok ezzel a lóval? Minimálisan. Minimálisan? Igen, hát utaztatjuk sokat, tehát nem... Az egy, az egy költséges az dolog. Költség. Igen, azt láttuk, hogy a overdose is egy rettenetesen költséges dolog. Most a két kinti futam után még mi vár posztinátóra ott? Most március másodikán <coughs> vár rá egy 2810 méteres gruppe 3-as besorolású verseny, ami, ami gyöpön lesz, tehát eddig ö, ugye ezen a ö, új ö, futófelületen, ezen a tapeta ö, nevezetű talajon futott, ami, ami tetszett is neki, én úgy gondolom, hogy a, a gyöpön még javulhat, hosszabb táv segíti, és most megtaláltunk rá egy megfelelő lovast, aki a kérésünknek megfelelően lovagolta a lovat, és, és így eredményes is. Az volt. azt jelenti, nem az elején hajtotta szét, hanem tudta, hogy. Így van, ő mert az első, olyan, igaz a végén. Első, így van. Hallazik. Kihasználta a lónak a gyorsaság, a véggyorsaságát, tehát a speedjét, és mert első lovaglását a, 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 akkor is egy jó lovas lovagolta, de azt a, azt a lovaglást nem fogadtam el, mint tréner, meg hát mint a tulajdonosok sem, úgyhogy most én úgy érzem, hogy a táv is jobb lesz, füves felületen fog futni, és, és a lovast is megtaláltuk, a ló rendben van, jól dolgozik, és, és most megyek ki hozzá, 25-én indulok, kedden a hajnali órákban vagyok Dubajba, és látni fogom a munkáját, amit... Bako jelenlegi párom fog vele majd menni. Én ugye a földről nézem, és, és bízunk benne, hogy ezt a záró munkát jól fogja végezni, és akkor, és akkor a versenyben is úgy szerepel majd, ahogy számítunk rá. Mert ugye Ricsi, ez volna az álom, hogy ezzel a lóval nyerni egy ilyen grup 3-as versenyt. Azt Aztán valahol az azt mondtad, ez olyan, mint hogy UEFA kupát nyerni foci csapattal. Igen, körülbelül ezt a hasonlatot használtam pontosan. Ez, ez lenne tolalótól Szerinten a csúcs teljesítmény, ahogy, ahogy, így megismertétek, vagy amit várhattuk így együtt a szakmai szemmel együtt? Hát úgy gondolom, hogy ez, ez a maximum. Vagy hát, hogyha ezt eléri, akkor utána nyilván újabb cél tűzünk ki magunk elé, meg a ló elé is, de ezzel már azért boldogok lennénk nagyon. Na most, viszont azt még hadd kérdezzem meg, hogy miután mondtad, hogy a negyedik lovad, meg akkor már ez egy szenvedély és üzlet, inkább szenvedély, mint üzlet, már vannak új felfedezettek is a háttérben? Sanyinál állnak a már lovak, igen, most három évesek lesznek, két, más, két évesen nem úgy szerepeltek, ahogy szerettük volna, Néz, részben sérülés hátráltatta őket, de most egészségesek, és velük várjuk a szezont. Uh -huh. De azért most a főfigyelem még természetesen uh, osztinátó. De Te mekkora esélyt adsz erre, hogy mondjuk ez az álom, ez a, egy ilyen jellegű és ilyen erejű futamnak a megnyerés az összejöhet a én, én megmondom őszintén, most jó, jó esélyt látok arra, hogy, hogy ebben a versenyben az első háromba fogunk szerepelni. Az, az előző futás látván, a ló formáját látván, úgyhogy, úgyhogy, én úgy gondolom, hogy, hogy elég jó esélyünk van arra, hogy, hogy most első háromban legyen a ló, esetleges győzelemmel is zárhatunk. Ha, ha ez mind megvalósulna, akkor... Igazi öf, nagy menő angol lovak ellen, igaz? Hát igazi nagy menő. Hát a világ majdnem minden tájáról jönnek ide versenylovak. És és a fő cél ugye az lenne, hogy a World Cup napján, har március 30-án egy 3200 méteres versenyben futna, ugye az a, az a fő esemény ezen a, a, a versenysorozaton, és hát ott-ott szeretnénk uh -huh. színpadra lépni és eredményesen szerepelni, mert, mert annak van a legnagyobb hírverése is, és, és ugye ez a cél. Na no, hát a végére értünk. Risi, annyit mondja még meg, hogy a szakmai kéz az szabad, tehát szabad kezet adtok Sanyéknak. Igen, de megbeszélünk mindent, tehát korrektül tájékoztatni, szerintem szóval nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Tehát ez egy, ez egy élénk és á, folyamatos Igen, kapcsolat. Igen, ö, Igen, tulajdonosok tulajdonos. Ez is működik szerintem. Szakma között. Uh -huh. Igen. Mi megbízunk benne, ő is a mi döntéseinket is támogatja sokszor. Hát akkor hajra hát. osztinától. Köszönöm, Köszönöm szépen, hiszem. hogy meséltetek róla. Köszönöm. Köszönöm.